Sok szeretettel köszöntöm a fizikus hallgatókat ezen a mai szép kísérletező órán. A mai napon azokról a kísérletekről szeretnék beszélni, amelyek a modern fizikát megalapozták. Hát az a helyzet, hogy egészen vissza kell csavarni az időkerekét, mert 1665-ben kitört a Londonban a nagy pestis járvány, és a nemrég lediplomázott Newton hazament Worcesterba. Szeretett volna utána járni egy olyan dolognak, természetesen a járványból ő is érezte, hogy el kell vonulni, és minél kevesebb emberrel kell egyszerre találkozni, és akkor ez biztosíték annak, hogy túléli a járványt. Tehát annak szeretett volna utána járni, hogy az akkoriban észrevett kísérlet, hogy egy prizmán áthaladó fény, az színekre bontotta, egész pontosan a prizmán áthaladó fény a prizmán áthaladás után színeket produkált. És ennek szeretett volna Newton utána járni. Abban az időben az volt a határozott meggyőződése a fizikusoknak, hogy a prizma hozzáad a fehérhez színeket. Ez volt az ötlet. Newton ezért nem egy darab prizmával kísérletezett, hanem kettővel. Azt csinálta, hogy a prizmán átjövő fény színeire bomlott, mindenki ismeri a szivárványnak a színeit, és akkor ebből kiválasztott egy színt, mondjuk válasszuk ki a zöldet, és ha utána teszünk még egy prizmát, és a prizma ezt is fölbontja, és tényleg színeket ad hozzá, akkor ismételten meg kellett volna jelennie a szivárvány. Ezzel ellentétben Newton nem tapasztalt ilyet, hanem a zöld szín az továbbra is csak zöld maradt. Nos, ezek után jött az ötlet, mi lenne akkor, ha ismét összekeverni ezeket a színeket. Hát ez tulajdonképpen egy lencsével már nagyon könnyedén megy, és ennek eredményeként rájött arra, hogy az ismételten egyesített színek, azok megint csak kiadják a fehéret. És akkor ezzel eldőlt az a kérdés, hogy tulajdonképpen a prizma mitől színesíti meg a ráeső fehér fényt. Nos, a prizma azért tudja a színeire bontani a fényt, mint tudjuk, mert hogy disperziója van. Az azt jelenti, hogy a törésmutató mellett azt is el lehet mondani, hogy minden különböző frekvenciának más és más a törésmutatója, így a vörösnek és a kéknek más lesz a törésmutatója, ennek eredményeként alakul ki a szivárvány. Amikor vizsgálódtak, hogy hogyan lehet ezt távolabbra és távolabbra tenni, illetve ezeknek a fényeknek mi a tulajdonsága, ez a következő lépés. Hadd említsem meg Herschelt, aki azt mondta, hogy ha tudjuk, hogy hogyan bontja a színeire a prizma a fényt, akkor tegyünk mindegyik színbe egy hőmérőt, és akkor tulajdonképpen azt kereste Herschel, hogy melyik lesz az a szín, amelyik a leginkább melegítésért felelős. Nagyon érdekes és nagyon precíz módon járt el. Azt mondta, hogy a szivárvány színei mellé letette a mindegyik szivárványba betette egy hőmérőt, és hogy biztos legyen a dolgába, a vörösön túl, tehát a vörösnél túl, oda tett egy hőmérőt, és ez a hőmérő lett volna az, ami a referenciát adja. És hogy nem, Herschel azt vett észre, hogy ez a hőmérő melegedett a legjobban, és így fedezték föl az infrafényeket, az infravörös fényeket, ezeknek, mint tudjuk, a legnagyobb a melegítő hatása, tehát ő elindult valahonnan, a mérési eredménye alapján pedig módosítania kellett az elgondolást, a teóriát. No, ezek után már nem kell nagyot ugranunk, észrevették azt, hogyha egy optikai rácsot csinál az ember, akkor az optikai rács is bontja a színeire egy kicsit másképpen. Képzeljük el, hogy itt van az optikai rács. Az optikai rácson keresztül menő fény adja a nulladrendet, és az első, másod és harmadrendben levő fények azok, amelyek megjelennek szivárványosan. Azt is tudjuk, hogy a nulladrend éppen olyan, mint a fényforrás, az első rend az valamekkora szöget bont, a második sokkal nagyobbat, így előfordulhat az is, hogy a magasabb rendek átlapolódnak egymásra, tehát ott tulajdonképpen megint csak kevert fényeket fogunk látni. A mostani kísérletben, még mielőtt kísérletezünk, egy eszközt szeretnék megmutatni. Ez az eszköz egy további lépés, amit szeretnék megmutatni, az nem más, mint egy optikai rács. Az optikai rácsról nagyon sokan azt hiszik, hogy
csak átlátszó anyagra lehet optikai rácsot készíteni. Ez egy úgynevezett gravírozott optikai rács. Ez a gravírozott optikai rács, ezen a részen én billegtetem ezt a fényt, és egyszer csak meg fogjuk látni azt, hogy van egy szivárványos szín, tulajdonképpen a mennyezetről lejövő lámpáknak a színbontását láthatjuk. Ezek halogén lámpák, szép nagy teljesítményeken, 1000 wattos halogén lámpák. Nos, azt azért tudni kell, hogy ennek az optikai rácsnak, ennek a fémből készült optikai rácsnak már egy elképesztő nagy tulajdonsága. Jelesül az, hogy a prizmán és az üveglapra üveglapra elkészített rácsok, azok keresztül kell haladjon rajta a fény, és magán az üveghordozón áthaladó fény gyengülése, az tulajdonképpen sok esetben nem tesz lehetőséget a vizsgálatra. Abban az esetben, hogyha ilyen tükröző, tehát reflexiós rácsokkal kísérletezünk, ezeknek a reflexiós rácsoknak az a nagy előnye megvan, hogy minden frekvenciát egyformán visszaver, mindegyikre hozza a diffrakciót, és tulajdonképpen nekünk spektrumvizsgálatokra nagyon is alkalmas. Mindenképpen meg kell említeni Jedlik Ányost. Jedlik Ányost sok mindenről ismerik, ismerik a villámdelejes forgonyról, vagy ha úgy tetszik, a villanymotorról, de a humán érdeklődésűek valószínűleg a szódavízről ismerik, de ő csinált mást is. Az ő találmánya volt az osztógép. Az osztógép az egy nagyon ravasz szerkezet volt, és ennek az osztógépnek a segítségével vonalakat tudott karcolni, és ez az osztógép attól volt izgalmas, hogy egy fordulatra nagyon keveset ment odébb a karctűje, és ennek eredményeként igen szapora, milliméterenként 120 karcolást is tudott készíteni. Éppen ezért aztán az ő általa készített rácsok, a Jedlik rácsok, azok még az Egyesült Államokban is keresett termékek voltak. Nos, azt azért érdemes megmondani, hogy a prizma színbontó képessége a disperzión múlik, a rácsnak a színbontó képessége pedig a vonalsűrűségen múlik. Nos, a kísérleteinkben azt fogjuk megcsinálni, elfelejtettem bemutatni Sarkadi Tamás kollégámat, aki itt van, szerintem mindenki meg is nézheti. Annyit kérnék tőle, Tamás, hogy mutassuk meg a rácsot, amivel kísérletezni fogunk. Kétfajta rácsunk is lesz. Lesz egy 100 vonal per milliméteres rács, talán ha errefele fordítod, akkor a feliratot el tudjuk rajta olvasni, tehát egy 100 milliméteres, persze a tükörképét olvassuk, mindenki majd megfordítja magának fejében. Egy 300 vonalas és egy 100 vonalas ráccsal fogunk kísérletezni. Ezt a rácsot kérlek mutasd meg, hogy fogjuk föltenni a kamerára. Tehát a kamerára így fölrakjuk. Jó, igen. Tehát rátesszük, egyszerűen csak ide tesszük elé, így. Ezek után, ha itt, tegyük oda, ezek után, ha ebből az fényből, ebből az irányból érkezik egy nyaláb, akkor ez a nyaláb az átmenő oldalon abba az irányba próbálná, tehát is jelen esetben a CCD detektoron kívül fogja a jelenséget produkálni. Ha viszont elfordítjuk a rácsot, vagy az optikai kameránkat elfordítjuk, akkor gyönyörűen fog jönni ez a színkép. Elsőként szeretnék megmutatni egy izószálas lámpát. Először az izószálas lámpát megnézzük közelről. Egész pontosan, ha valaki megnézi, akkor lehet látni, hogy jó messzire tettük, legyen minél pontszerűbb a fényforrásunk. Ebben az esetben, ha a fényforrásunk minél pontszerűbb, annál szebb diffrakciós képet fogunk látni. Most a tanár úr beállította a lámpának a képét. Ezek után megkérem, hogy tegye föl a rácsot, a 300 vonal per milliméteres rácsot, és hogyha minden igaz, akkor tőlem balra látjuk a fényforrást, és a fényforrást, hogyha szép lassan odébb fordítjuk a kamerát, akkor megjelennek azok a szivárványos vonalak, és mivel mi előre kipróbáltuk, ha minden igaz, akkor én itt az egyik szivárványos vonalnak a közepén vagyok, ennek eredményeként látjuk a prizmának a színbontását.
Azt is érdemes megnézni, hogy az első és a második rendben keletkező szivárványos képekben, az elsőben közelebb, a másikban pedig távolabb vannak azok a vonalak. Ha úgy, még egyelőre most csak még folytonos képet látunk, hiszen az izzólámpának a képe az egy folytonos kép. Az a lényeg a dolgnak, hogy a vörös és a viola távolabb kerülnek egymástól. A következőkben, ja igen, és nagyon izgalmas volt az, hogy a színkép elemzés során, tehát az így módon elkészült színkép elemzés során vonalakat vettek észre a színképekben, és ezeknek a vonalaknak szerettek volna utána járni. Én most kicserélem a fényforrásunkat. Ez a fényforrás, kérlek Tamás, mutasd ezt szépen meg, ez a fényforrás jelen pillanatban most kapcsol be. Én közben addig lekapcsolom a tanteremnek a nagy fényeit, most kapcsol be, most még egészen kicsiny fényt bocsát ki, és egyáltalán nem olyat, mint amikor majd be fog melegedni. Azt kell tudni róla, hogy ez egy nátriumgőzlámpa, és ez a nátriumgőzlámpa a begyújtás kezdetén, azért, hogy a nátriumnak ugye ebben a kísérletben meg kell olvadni, és nem csak megolvadnia kell, hanem el is kell párologni, és abban az esetben fog föléledni a nátriumlámpának az igazi fénye. Most még a nátriumon kívül tettek bele ilyen gyújtógázokat, ez általában hélium és neon keveréke szokott lenni, ez segíti a begyújtást. Most egyre jobban és jobban melegszik a lámpa, és a lámpa, ahogy melegszik, föl fog éledni a nitrogén. Amíg ez föléled, addig nézzünk meg egy apróságot. A kísérlet, kapcsoljak egy kicsit több fényt? Igen. Tehát a kísérlet, amit szeretnénk megmutatni, az nem más, mint hogy kezdetben a színkép elemzés az úgy történt, hogy fotómódszerrel kísérleteztek. Itt van egy üveglap. Erre az üveglapra fotóérzékeny anyagot helyeztek, és az így módon előállított színképet vetítették rá. A feketedés mértéke mutatta azt, hogy milyen intenzitású lesz az adott frekvencián. Ugye itt meglátjuk a frekvenciákat, meglátjuk azt, hogy mekkora a feketedés, ebből a kettőből meg tudják mondani, hogy az adott fénynek adott frekvencián mekkora az intenzitása. Ez egy úgynevezett folytonos kép. De az a helyzet, hogy nagyon sokáig bontogatták ezeket a fényeket egyre nagyobb és nagyobb felbontásra, és megláttak benne vonalakat. Sőt, mi több, voltak olyan körülmények, amikor ilyen vonalas színkép alakult ki. Ez a vonalas színkép, ez azt jelenti, hogy ebben az intenzitásban, ahol fehérnek látjuk a papírt, egyáltalán nem okozott feketedést a fény, vagyis az a frekvencia ebben a fényben nem fordul elő. Tehát egy vonalas színképet látunk, megvannak a különböző frekvenciák. Egyébként azóta ezeket a vonalakat már nagyon jól le tudjuk írni, és azt is tudjuk, hogy ezek a vonalas színképeknek a magyarázatát is meg tudjuk mondani. Tulajdonképpen ezek a vizsgálatok voltak azok, amelyek eldöntötték, hogy pontosabban megmutatták a fizikusoknak, hogy hogyan is keletkezik, hogyan születik a fény. Ha most megnéznénk a nátrium lámpát, azt hiszem mindenki látja a színét, valami elképesztően sárga. Még annyit azért hozzáteszek, hogy ez a nátrium lámpa azért egy nem teljesen csak egy nátrium lámpa, van benne egy burkolat, és ez a burkolat a nátrium lámpa fényéből egy keveset lecsíp, és átalakítja abba a frekvenciába, ami számunkra szükséges. Meg fogjuk nézni ennek a sárga fénynek, ennek a nátrium lámpának a fényét. Nézzük meg, és akkor azt hiszem nagyon szépen látszik majd az, hogy van egy egyenletes eloszlás, ez a fénypornak a következménye, és két nagyon erős nátriumvonalat látunk, de az is lehet, hogy nem látunk csak egybe egyet. Hát ez azt jelenti, hogy akkor valószínűleg további felbontásra lenne szükségünk. Ezt most tulajdonképpen, Tamás, látunk két vonalat? Látunk két vonalat, akkor az azt jelenti, hogy az a két vonal a nátriumért felelős. Azt kell mondjam, hogy a nátrium
ebben a kísérletben gőzhalmaz állapotban van, vagyis a nátrium atomok önmagukban fognak fényt kelteni, és ez a fénykeltés, ez már pontosan annak megfelelő, hogy a nátriumnak az elektronjai különböző elektronpályán ugrálva, ugye fölgerjesztéskor elnyelik az energiát, legerjesztéskor pedig kibocsátják, a nátriumra jellemző fényt fogják produkálni. A következő lámpa, amit meg fogunk vizsgálni, az egy fénycső, egy kompakt fénycső. A kompakt fénycsőről azt kell tudni, hogy tulajdonképpen itt is majd meg fogjuk tudni nézni, hogy a kompakt fénycsőnek van egy éledése. A bekapcsolás pillanatában nagyon csekély ez a fény. Itt a higanynak kell elpárolognia, és higany gőzt kell produkálni. Tehát itt most a sugárzó objektumaink, azok meg annyi kis higany atom lesz. Tehát a higanyra jellemző vonalas színkép mellett azért fogjuk látni azt a fényport, amit ide tettek a higany cső köré. Azt kell tudni, hogy a higanynak nagyon nagy intenzitású ultraviola tartományban sugárzó vonala is van. Ezt persze nem látjuk, sőt ráadásul ez még az ember számára még nem is egészséges. Azt csinálják, hogy körbeveszik egy fényporral. Ezek a fényporok azt csinálják, hogy az ultraviola sugárzást elnyelik, és egy alacsonyabb frekvencián fogják kisugározni. Különböző alkáli földfémek sói használják. Tudnak csinálni vöröset, tudnak csinálni kéket, tudnak csinálni zöldet, tehát a red, a green és a blue színek megvannak, ezeket megfelelő arányban keverik, akkor ilyen szép, hát valamennyire a természeteshez hasonlító fényt fogunk tudni létrehozni. Én azt hiszem, hogy ennyi idő alatt volt arra idő, hogy megnézhessük a fénycsőnek a fényét, és láttuk azt, hogy teljesen más a színképe, mint például az izzólámpájé, nagyon más, mint a higanygőzlámpájé, akarom a nátriumlámpájé és a kompakt fénycsőjé, amiben, mint tudjuk, higany van, higanygőze fog világítani. A következő kísérletben pedig egy kicsit szofisztikáltabb kísérletet fogunk bemutatni. A kísérletünknek a főszereplője ez a tápegység lesz. Ez a tápegység, ez körülbelül 10.000 volt feszültséget fog tudni produkálni számunkra, és ezekben a csövekben elhelyezett gázoknak a fényét fogjuk tudni megnézni. Hát az elsőben higany található. Nézzük is csak meg, hogyan világít a higany. Ha valaki megnézi, akkor ez a fény, ez nagyon is jól hasonlít arra az előzőre, ha fölbontanánk képpel, de mivel ez az intenzitás kevés ahhoz, hogy jól meg tudjuk figyelni, ezért inkább csak azt mutatom meg, és azt magyarázom el, hogy hogyan lehet ilyen szépen világításra kényszeríteni a higanyt. Itt tulajdonképpen a vákumozás előtt beletettek egy pici higanyt, a higany aztán a vákumozás hatására elkezd gőzhalmaz állapotba kerülni, és tulajdonképpen ebből a pontból, ebbe a pontba, tehát a két pont között hozunk nagy feszültséget létre, a vezetési mechanizmus hatására a higany gerjesztődik. Gerjesztődik itt fönt is, meg lent is, de sokkal inkább jellemző lesz ez a kis keresztmetszetű rész, ahol az áramsűrűség sokkal nagyobb lesz, sokkal intenzívebben tudja a higany atomokat majd gerjeszteni a keresztül folyó áram. Tehát az első volt a higany. A következő kísérleti eszköz, a következő csőben már egy valódi gázhalmaz állapotú anyagot látunk, ez a nitrogén lesz. Azt hiszem, hogy... Megnézzük, hogy... Aha, jó, tehát akkor itt van a nitrogénünk, jól lehet látni, hogy más a színe. Ennek is el lehet mondani mindazt, amit kell. Még talán azt érdemes megnézni, hogy ha lekapcsolunk ezekből a fényekből még egy vagy kettőt, akkor még intenzívebben és szebben fog látszani a különböző gázoknak a színe. Tehát akkor ez a nitrogén. A következő gázunk az argon lesz. Igen, az argon. Az argon egy kicsit lilásabb az előző képhez, azt hiszem, hogy talán ez szépen látszik. A
Az argon után, amit meg fogunk vizsgálni, az ez a nitrogén, bocsánat, ez a nátrium lesz. Nem, de csak rosszul látok, ez a neon. No, hát a neont azt hiszem mindenki látja, és ha valaki megkérdezi, hogy miért használták ezt a gázt először arra, hogy reklámfényeket csináljunk, azt hiszem ez a kísérlet önmagáért beszél, megmutatja azt, hogy a neongáz az nagyon könnyedén gerjeszthető, és ami elképesztő hatékonysággal alakít fényi az elektromos energiát. Hoppá. A következő az a hélium lesz. Ez a héliumnak a színe. Ugye hélium-neon keveréket használtak a higanygőzlámpába is, meg a nátriumlámpába is, gyújtófénynek. Ugye világosan látszik, hogy ez a két fény igen intenzíven fogja tudni az áramot átalakítani fényé, és igazából ebben együtt jól is melegszik. És akkor a legutolsóként pedig a hidrogént fogjuk megnézni. A hidrogéngáz. Hát ugye a hidrogéngáz a fizikusok által leginkább szeretett gáz, mert hogy ez nagyon egyszerű, mármint a tárgyalása az egy proton, egy elektron mentén. Azért azt el szeretném mondani, hogy azért mégsem annyira egyszerű az élet, mert itt egy molekuláris hidrogén van, tehát hogy az atomos hidrogén és a molekuláris nem teljesen ugyanaz, de azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja ebben a körben. Tehát akkor azt kell mondjam, hogy ezeknek az anyagoknak az az izgalmas része, hogy ezekben a fény születése atomos vagy molekuláris részben van, tehát nem kiterjedt fém sugároz fényt azért, mert annyira meleg lenne, hanem atomok sugároznak. Ugye ezeknek a tanulmányozása elvezetett odáig, hogy a legvégén megértettük, hogy a Bohr-modellt nagyon szépen, a leírt Bohr-modellt és a hozzávaló számításokat gyönyörűen tudták, ezeknek a vonalas színképe gyönyörűen tudta igazolni. A következőkben a kísérletezni úgynevezett katód sugarakkal fogunk. A katód sugarakkal kapcsolatos kísérleteink itt vannak. Hogy lássuk az eszközöket, én bőségesen csinálok fényt, szerintem ennyi elég lesz most. És akkor mielőtt a katód sugarakat megnéznénk, hogy hogyan működnek és mit mondanak nekünk a világításuk, a működésük, mire tanít meg minket. Először nézzük meg, hogy a katódsugarak működtetéséhez nagy feszültségű tápforrásra van szükség. Ezt úgy hívják, hogy szikrainduktor. Erről a szikrainduktorról szeretnék egy pár szót mesélni. Ez a szikrainduktor nagy feszültség előállítására alkalmas. Itt van a szikraköz, aminek segítségével ezt meg fogjuk majd mutatni. A szikrainduktorról azt kell tudni, hogy ami biztos, én azért ezt innen kihúzom, miközben mutogatok. Tehát az első leglényegesebb dolog, hogy itt van egy tekercs, amelyben valamennyi vasmag van. Itt. Ez egy nyitott vasmag, és ez a vasmag, amikor bekapcsoljuk a tekercset, ez magához fogja húzni ezt a kis érintkezőt, ez fémből van, és amikor ezt magához húzza, itt ezt a részt, ezt itt meg fogja szakítani. Így. Amikor megszakította, akkor meg fog szakadni az áram, akkor a rugó az vissza fog menni, ismét bekapcsol, tehát egy periódikus mozgást fogunk tudni produkálni, és ennek segítségével egyenárammal működtették kezdetek kezdetén ezt az eszközt. Itt nekünk megvan az csinálva, hogy itt beleszereltek később egy kis egyenirányítót, egy kondenzátort, tehát tulajdonképpen váltóáramról működtetjük, de végül is egyenárammal működik. A kis menetszámú, nagy áramú tekercset körülvesz egy nagy menetszámú
hát ez már vékonyabb drót is lehet, amikor ezt bekapcsoljuk, azt hiszem nagyon szépen látszott az, hogy nagy feszültségű szikrákat tudunk létrehozni, és akkor, ha úgy tetszik, egy vezetési jelenséget is láttunk, hát tulajdonképpen normál légköri nyomáson, nagy feszültség hatására megláttuk, hogy milyen vezetési jelenséget produkáltunk. Ha nem levegővel vettük volna körül ezt a szikrát, vagy ezt a csúcsot, illetve ezt a korongot, akkor más lett volna a színe. Hát ugye ez teljesen egyértelmű és világos. A levegő az ugye oxigénből van, meg nitrogénből leginkább. Hát az oxigénre és nitrogénre jellemző színek, amiket megláthatunk. A továbbiakban a katódsugárcsővel, az elsővel, amivel fogunk foglalkozni, az itt látható. A katódsugárcsövünknek lesz egy anódja meg egy katódja, ezt fogjuk hozzákötni a szikrainduktorhoz, és amikor majd bekapcsolom, akkor arra az időre elvonulok ám a sötétbe. Pontosabban lekapcsoljuk a lámpát, hogy jobban lássuk mindezt. Tehát akkor a katódsugarat, mielőtt bekapcsolnám, szeretném mutatni, hogy itt van egy korong alakú lemez. Ebből a korong alakú lemezből fognak kilépni a katódsugarak, és ennek a katódsugaraknak az útjába tettük ezt a máltai keresztet, és hát az anód az pedig ott található alul. És akkor kapcsoljuk be. És akkor amit látni lehet, nem tudom, Tamás, kapcsoljunk még további fényeket? Nem kell. Jó, egy pillanat, azt szeretném megmutatni, hogy amit látni kell, hogy ennek a máltai keresztnek az éles árnyéka itt ezen a részen látszik, ez egy lumineszencia jelenség, és hát tulajdonképpen azt kell megmutatnunk, hogy ha a katódsugarak egyenes vonalba terjednek, akkor lesz a kép az teljesen elmosódásmentes. Megnézzük ebbe az irányba is, így, inkább a másik irányba. Azt nézem, hogy a drótok hol nem fognak összeérni, tehát akkor érdemes megnézni itt is. És az látszik, hogy a katódsugarak a katódból kilépve a katód felületére merőlegesen lépnek ki, és akkor azok egyenes vonalban haladnak tovább, és így produkálják azt a jelenséget, amit ugye láttunk, a máltai keresztes jelenséget. Annyit érdemes elmondani, kikapcsolom közben az indukciót, vagy a szikrainduktorunkat, hogy a szikrainduktorunkon, ha valaki végig gondolja, akkor világosan látni fogja, hogy ez váltóáram. Miért mesélhetek itt katódról, és miért mesélhetek itt anódról? Nagyon egyszerű a dolog. Az alsó az egy kis gömb alakú kis részecske. Talán fölkapcsolom, hogy Tamás jobban meg tudja mutatni. Egy gömb alakú részecske, és volt egy elejtett mondatom, hogy a katódsugarak a felületre merőlegesen fognak kilépni. Itt van nekünk egy korong alakú katódunk, valami ehhez hasonló korong alakú katódunk. A kilépő elektronok ebbe az irányba, a katódsugarak abba az irányba fognak menni, önmagukkal párhuzamosan, így alakul ki itt az árnyékkép. Alul pedig egy gömb alakú elektródunk van. Ha ebből kilépnek a katódsugarak, akkor az egy gömbfelületen fognak tovább haladni, és az intenzitásuk igen gyorsan fog lecsökkenni. Ha bekapcsoljuk és megnézzük ezt a részt, akkor szerintem nagyon szépen látszik az, hogy itt is megjelenik a katódfény, csak hát ugye erre már nem, tehát mi nem erre vagyunk kíváncsiak, tehát a ravasz legyártója úgy csinálta meg, minden esetben az összes többi katódsugaraknak, hogy az egyik oldal az egy ilyen korong alakú lemez, a másik oldal az pedig egy ilyen kis gömböcske, és akkor a váltóáram ellenére mégis elmondhatjuk, hogy innen a kilépő katódok lesznek azok, amelyek számunkra izgalmasak. Ugye itt lehet látni az árnyék képét a máltai keresztnek, úgyhogy az első kísérletünket akkor így módon meg is tettük a katódsugarakkal. A katódsugarak vizsgálata közben
Nagyon fontos dolog volt az. Tulajdonképpen innentől fogva teljesen mindegy, hogy milyen színű a zsinór, nem ez fogja eldönteni, hogy melyik lesz az anód és melyik lesz a katód. Ebben a kísérleti eszközben kettő darab katódunk van. Itt van fölül egy korongocska, meg alul egy korongocska, és ezek a katódsugarak, amikor itt végighaladnak, akkor ezen a fémlemezen úgynevezett alkáli földfémeknek valamely sóját helyezték el. Ez az alkáli földfémnek a sója, ha katód érkezik rá, lumineszencia jelensége miatt világítani fog. Na nézzük, hogy hogy is teszi ezt. Ha bekapcsoljuk, na, azt mondja, hogy akkor, igen, jó, és akkor azt látjuk, hogy két párhuzamos nyalábot látunk, ez a két párhuzamos nyaláb mutatja a felső, meg az alsó katódból kilépő nyalábot, ha egy kicsit elfordítom, akkor talán látszik, hogy itt egy vízszintes alakú rés van, és akkor ebből a vízszintes alakú résből kiáramló katód sugarakat tudjuk megfigyelni. Ugye a katód sugarakról J.J. Thomson volt az, aki megállapította, hogy tulajdonképpen elektronok. Ezek a nagysebességgel röpködő elektronok tulajdonképpen áramnak felelnek meg, a mágneses térrel el lehet téríteni. Abban az esetben, hogyha az északi pólusával fogok közelíteni ehhez a katódsugárhoz, tehát a katódsugár vízszintes, a mágneses tér rá merőleges, és akkor tulajdonképpen az eltérülése azt mutatja, hogy a Lorentz erő gyönyörűen elhajlítja, és ha tulajdonképpen ha megfordítjuk, akkor az eltérülés az fölfelé fog történni. Tehát akár lefelé, akár fölfelé el tudjuk téríteni, és tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor egy nagyon érdekes jelenségre is választ kaptunk. Amikor a mágneses térben áram folyik, és a vezető kitérül, talán emlékeztek erre a kísérletre, ebben az esetben föltehettük volna a kérdést, föltette volna valami gondolkodott diák a kérdést, hogy vajon mire hat az erő. A drótra hat, vagy tulajdonképpen az elektromos töltésekre. És akkor ez a kísérlet, ez megadta a választ, hiszen ebben, idézőjelben mondom, de így is igaz, drót nem volt, és mégis láttuk az eltérülést, tehát valójában a kérdésre megkaptuk a választ, a töltésekre hat az erő. A következő kísérlet azt fogja megmutatni, amit én a legelején már elmondtam, hogy a katód, itt látható a katódunk, a katód mellé tettek három különböző anódot. Tehát itt van egy, és itt alul egy. Itt van a katódunk. Kapcsoljuk ezt össze. Tehát akkor a katódra rátesszük az egyik zsinort, az egyik anódra a másikat. Bekapcsolom. És azt látjuk, hogy leginkább itt, ezen a részen egy erős katód jelenség, tehát egy lumineszencia jelenség látszik. Ez azt jelenti, hogy pontosan ennek a gömbnek az átelenjében jelentkezik az anód, vagy a katódból kilépő katódsugaraknak a fluoreszenc hatása. Ha megcseréljük az anódot, tehát egy az aljáról a tetejére tesszük, és ismét bekapcsoljuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ezen a részen pontosan ugyanazon a helyen maradt. Ebből mi következik? Napnál világosabb, hogy a katódból kilépő elektronok önálló életet kezdenek élni, egyenes vonalba terjednek, és ez az egyenes vonal úgy található meg, hogy a katód felületére húzunk egy merőlegest. És hát megnézzük a harmadik helyet is, mert ami biztos, az biztos, ugye? Szépen ide föl csíptetem, bekapcsoljuk, és azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy pontosan ugyanott van az előző két esetben. Jó. A következő eszköz egy nagyon izgalmas eszköz. Két dolog miatt is izgalmas.
hogy akkor egy pici történetiség is lesz benne. Ebben a katódsugárcsőben itt fölül látunk egy lemezt, ez lesz a katódunk, ehhez kötjük hozzá a szikrainduktorunknak az egyik csatlakozóját. Ez az eszköz, azt mondják, én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de lehet igaz, hogy állítólag Ferenc József ajándékozta a Műegyetemnek. Ez azt is mutatja, ha nem lenne igaz, de ajándékozhatta volna, tehát már Ferenc József idejében ezek az eszközök megvoltak. Nézzük, hogy is, mit is mutat, mit is tanít meg nekünk. A lumineszencia jelenségét, ugye láttuk már azt, hogy a katódból kilépő katódsugarak az üveget levegőt, az üveget lumineszkálásra kényszeríti. Ez nem túl jó hatásfokú. Viszont nagyon jó hatásfokkal tudja lumineszenciára, hideg sugárzásra kényszeríteni a különböző alkáli földfémek sóit. Lehet kékszínű, lehet pirosat, különböző színeket, zöldet, stb. Stb. És akkor ennek segítségével mindenféle ilyen izgalmas fényforrásokat lehet megcsinálni. A lumineszencia ugye az azt jelenti, hogy a besugárzás pillanatában sugárzódik ki a fény, tehát abban a pillanatban, hogy bekapcsoltam, ez rögtön megjelenik. És akkor most egy pillanatra én kikapcsolom ezt a fényt is, és azt szeretném megmutatni, hogy mikor kikapcsolom majd ezt a fényt, vagy ezt a szikrainduktort, akkor még az egyes fények vörösen fognak világítani. Ez a jelenség, ez azt jelenti, hogy időben elválik a besugárzás és a kisugárzás, ezt foszforeszenciának nevezik, tehát foszforeszkáló anyagoknak hívják. Ugye itt elektronokkal sugároztuk be, és az elektronok becsapódása volt az, amely kiváltotta ezt a jelenséget. A továbbiakban, akkor egy kicsit átrendezem a terepet, talán több fényt is fogok fölkapcsolni. És igen, csak hogy egy így. A következőkben Einsteinről fogunk beszélni, és a fotoeffektusról. Hát amit itt összeállítottam, kísérletet, azt még rögtön szépen lépésről lépésre meg fogom mutatni, hogy mik ezek. A kísérleteinkhez ugye szükség lesz egy áramforrásra, és igyekszem úgy ide hozni az áramforrást, hogy amennyire csak lehet, ne ráncsak le vele semmit az asztalról. Hát egyelőre ezt a fényforrást azért kapcsolom be, mert ennek is kell melegedés. Ez egy higanygőzlámpa lesz, később majd beszélünk róla. Amiről most fogunk közvetlen ezután beszélni, az pedig ez az ívlámpa lesz. Ez az ívlámpa a főszereplője a kísérleteinknek. Van egy áramforrás, és az áramforráshoz tartozik kettő darab szén elektród. Ez a mozgás létezik, így össze lehet kapcsolni őket, bekapcsoljuk, széthúzzuk, és akkor ívfényt fog produkálni. Davy volt az első, aki ilyen ívlámpát megalkotott. Hát akkor még nem tudott, hogy ezzel fognak nagyon sokáig világítani az emberek. Tulajdonképpen ő azt csinálta, hogy voltaféle cellát épített a Royal Society-nak a pincéjébe. Ezek a cellák irgalmatlan nagyok voltak, úgy összességében 4 méterszer 8 méteres alapterületű, ahogy abban írták, bűzös savval teli cellák voltak. Ez a Royal Society-nek a pincéjében volt, a pincéjéből vezették föl a két elektródot, és amikor egyszer Davy összeérintette egy előadásán és széthúzta, akkor igen szép fényt tudott produkálni. Ezt a fényt én most meg is fogom mutatni. Be van kapcsolva. Tehát akkor bekapcsoljuk, és ahogy széthúzom, gyönyörű nagy fény tud produkálni, és hát ha meggondoljuk, akkor ez a fény nagyon sokáig az embereknek adta a fényt.
Ugye, ha világítás történetében egy picit belemegyünk, tényleg csak egy ilyen nagyon nyúlfarknyit, akkor először mivel világítottak az emberek? Hát fadarabbal, később egy kicsit szofisztikálták, fáklyával, mécsessel, stb. Stb. Nagy változás volt, amikor rájöttek arra, hogy a gáz, hogyha harisnyát, ilyen gázharisnyát húznak rá, akkor az nagyon jó tud világítani. Érdemes megnézni otthon, hogy amikor az ember bekapcsolja a gáztűz helyett, és mondjuk melegíteni akar rajta egy pohár tejának valót, akkor az igen kicsi fényt ad. Ahhoz, hogy ez a folyamat ez nagy fényt adjon, ehhez kellett föltalálni a gázharisnyát, és akkor nagyon sokáig gázzal világítottak. Amikor megjelent az elektromos áram, akkor lehetőség nyílt arra, hogy izzólámpa, még az izzólámpát megelőző időszakban ívlámpával világítsanak, és az ívlámpa után jött tulajdonképpen a Edisonnak a találmánya az 1910-es évek közepén, és akkortól jöttek elő az izzószálas lámpák. Nos, miért is mondom ezt én hosszan és bonyolultan? Mert ugye, ha valaki kinyit egy fizika könyvet és az einsteini fotoeffektusról szeretne olvasni, akkor úgy kezdődik a mese, hogy a tudósok észrevették, hogy az ívlámpa fényében hamarabb sülnek ki egyes érintkezőknél, hamarabb jelentkezik meg a szikra. Tehát egy szikra közt, hogyha megvilágítunk ívlámpa fényével, hamarabb jelentkezik. Ugye én, amikor ezt először olvastam, akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy ki volt az a marha, aki izzólámpával világított, és hát ugye ívlámpával világított meg, és ma már tudom, hogy hát abban az időben nem volt más. Tehát igazából a felfedezést az is segítette, hogy ilyen fényforrásunk volt. No, ennek az ívlámpának a fénye, ha nagyon erősen megnézzük, akkor egy nagyjából folytonos fény. Annyit azért el lehet mondani róla, hogy a szénnek a megjelenése mindenféle vonalakat is betesz, de a szénnek a szén rúdnak az összetétele is befolyásolhatja ezt. No, tehát Einstein a következő kísérlet sorozatból, amit most be fogok mutatni, levonta azt a tanulságot, amit az einsteini fotoeffektusnak nevezünk. Az első, hogy szeretném megmutatni, hogy van nekünk egy cink lemezünk. Ez nem cinkelt lemez, ez cinkből van teljes egészében. Ezt a cinklemezt én most itt a leges legelején, a kísérletnek a leges legelején megfogom egy csiszoló papírral vagy csiszoló szivacsal fémtisztára csiszolni. Azért, mert hogy a cink az nagyon szeret oxidálódni, és a cink oxiddal ez a kísérlet nem megy. Ez az oxidos felület, és ez pedig a fémes felület. Ezt a fémes felületet fogjuk a ívlámpánk felé tenni. Most hozzátered, mondjad? A higany gőzlámpa. Aha, milyen igazad van, köszönöm szépen. Oké. Okay. Tehát az a lényege, hogy most föl fogjuk tölteni negatív töltésűre ezt a cinklemezt. Tehát negatívra feltöltjük. Így. És hát, hogyha most viszonylag hosszabban várunk, akkor azt látjuk, hogy ez megtartja a töltését. De ha besugározzuk ívlámpával, akkor azonnal ki fog sülni az elektroszkópunk. Tehát azt tapasztaljuk, hogy ívlámpával besugároztuk egy töltött testet, és kisült. Ismételjük meg a kísérletet, de most már nem negatívra, hanem pozitívra fogom feltölteni. Így. Így. És ezek után ismételjük meg a kísérletet. És most egy kicsit hosszabban is beszélhetek, mert ez a kísérletnek egy nagyon fontos része, hogy a negatívan töltött lemezekből ki tud lépni az elektromos töltés, a pozitívan töltöttekben pedig nem. És ez az, amit nagyon szépen látunk. Tehát a kisülés nem azért jön létre, mert ívfénnyel besugároztuk, hanem azért fog létrejönni, mert egyszerűen fogom és a kezemmel így kisütöm. Mostantól fogva, tehát akkor az üvegbotra nem lesz szükségünk.
továbbiakban csak negatívra fogom feltölteni, és most föltöltöm ismételten, úgyhogy macskaprémmel megdörzsölt ebonit rúddal töltögetem. Így mi. A következőkben úgy fogjuk megváltoztatni a kísérletet, hogy keresek egy üveglapot, közönséges ablaküveg, és ezt a közönséges ablaküveget ide teszem a fény útjába, tehát az ívfény útjába. Azt hiszem, pillanat, hogy mindenki jól lássa, egy valamit elfelejtettem, de megismételjük, hogy ide teszem, hogy innen egy kis fény jut oda, tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy föltöltöm. Tehát lássuk azt, hogy a fény intenzitása az üveglap hatására nem csökken. Így. Ide teszem az üveglapot. És azt hiszem, gyönyörűen látszik az, hogy a fényessége, tehát a fény intenzitása ezen a cinklapon nagy, és kisülés ennek ellenére mégsem jön létre. Ez egy nagyon fontos dolog. Abban az esetben, majd azt itt érdemes megnézni, hogy ki fogom húzni ezt az üveglapot, azt kell megfigyelni, hogy a kihúzás pillanatától kezdve azonnal megindul az ívlámpának a fényének hatására a kisülés. Tehát most kihúzom, és már ki is sült. Úgy. Tehát ez azt jelenti, hogy az üveglap csinál valamit ezzel a fénnyel. Ma már jól tudjuk, hogy az üveglap az ultraviola fényeket nem engedi át, és tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy a cinklemezből ki tudjanak lépni a töltött részecskék, praktikusan ezek a töltött részecskék ugye elektronok, az elektron többlet lesz az, ami miatt az elektroszkópunk kitér, és ez az elektron többlet úgy tud megszabadulni tőle, hogy jön a fény, és ezeket az elektromos töltéseket, ezeket kiüti onnan a helyükről. Nagyon érdekes háborúnak is mondhatnánk ezt, egy csatának. Ugye Einstein azt tételezte föl, és így tudta megoldani az effektusnak a megmagyarázását, hogy feltételezte, hogy a fény azok kis korpuszkulákból, úgynevezett fotonokból áll, és ezeknek a fotonoknak le is írta, hogy hogyan kell viselkedniük. Hát a legizgalmasabb része, hogy annak fotonnak energiája van. Ez az energia pedig attól függ, hogy milyen színű a foton, ha úgy tetszik, mekkora a frekvenciája. És azt is mondta, hogy minél nagyobb a frekvenciája, annál nagyobb az energiája. Nos, akkor mostantól fogva már csak egy darab fotonnal fogunk foglalkozni. Ez az egy darab foton repül az elektroszkóp felé, és ott egyetlen egy darab elektront fog tudni kiütni. Igazi úriemberekhez való csata, egy az egyben csatáznak. Ha az elektronnak meg tudjuk mondani, hogy mekkora energiával lehet kiütni, és ez gyakorlatilag ilyen 3,7 volt környékén van a cink esetében, akkor azt tudjuk, hogy elektron volt, akkor azt tudjuk, hogy csak az foton fogja tudni kiütni, aminek ekkora energiája van. Ez pedig az ultraviola tartományban esik, és az ultraviola tartományt nagyon jól kiszűri az üveglap, tehát ez azt jelenti, hogy megtaláltuk a magyarázatot. Tehát nézzük meg, hogy Einstein ebben a jelenségnek a megmagyarázásában mitől volt ilyen zseniális. Egyébként ezért a magyarázatért kapta meg a Nobel-díjat. Hát azért volt zseniális, mert egészen odáig, amíg ezt a teóriát föl nem állította, mindenki a Newton törvények alapján gondolkodott. Az mit jelent? Melyik Newton törvényeket ismerjük? Ismerjük a tehetetlenség törvényét, ugye minden test megtartja, stb. Ismerjük az F egyenlő MC-rát, ismerjük a hatás-ellenhatás törvényt, és ismerjük a negyedik törvényt, a hatások összegzésének elvét. Tehát elvileg a Newton törvények értelmében megtehetnék azt, de nem teszik meg, hogy több foton összenyúl, összemegy, és ad király katonát módjára szakítanak egy elektront. De nem történik ez meg. És hát tulajdonképpen ennek a merész, vagy úgy mondjam, Newton törvényein fölülmúló ötletével jött elő, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy minden innentől fogva
egy új dimenziót kezdett mutatni, előjött, tehát ez is azok azért a kísérletek közé tartozik, amik a modern fizikát megalapozták. Amit még, ami miatt én bekapcsoltam ezt a forrást, az az lesz, hogy megfordítom, és nézzék meg, hogyha ezt ide ráirányítom ennek a tükörnek a segítségével, akkor itt megjelenik a fénycsík. Ugye most nincs, most pedig van. Töltsük föl ezt a elektroszkópunkat, ismételten, pardon, egyelőre még ne legyen rajta fény, tehát töltsük föl az elektroszkópunkat, így, megvan a negatív töltést megkapta, és világítsuk be. Abba a pillanatban, hogy bevilágítjuk, kicsi a fényintenzitás, kevés a fotonáram, éppen ezért a kisülés nem lesz túl gyors. Ahogy így megy és megy előre az idő, szép lassan sül ki az elektroszkópunk, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kevés olyan foton, amely képes kiütni egy elektront, az a kevés foton, ahogy megjelenik, hát a kisülés az lassabb lesz, időben lassabb lesz. A másik, amit szeretnék még megmutatni mindenképpen ebben a körben, a Newton törvények hatását, tehát egy picivel idébb teszem, így, és keresünk egy olyan lámpát, aminek az intenzitása sokkal nagyobb, mint az ívfényé, és sokkal nagyobb még a higanygőzlámpánál is, tehát itt van, besugározzuk, nem sokára, de előtte föltöltöm, így, és ezzel a fényforrással egész-egész közelről besugárzom. És amint látjuk, egyáltalán nem akar kisülni, pedig igen nagy fényerőssége van. Tehát ez az, amit Newton mondana, hogy az igen nagy mennyiségű fotonáram hatására ki kellene, hogy süljön, de hát nem sül ki. Ebből az is következik, hogy a Newton törvények erre a jelenségre nem igazak. És tulajdonképpen ennek a jelenségnek a megmagyarázása ettől volt ilyen zseniális. A továbbiakban a fotoeffektusról még két dolgot szeretnék elmondani, hogy a fotoeffektusról mit is tudunk még a továbbiakban mondani. Hát ugye a fotoeffektus az lehetővé tette azt például, hogy csináljunk úgynevezett fotocellát. Fotocella hogy is működik? Hát a fotocella úgy működik, hogy van egy fénynyaláb, és ezen a fénynyalábon, ha keresztül megyünk, akkor tulajdonképpen megszakítjuk a fény útját, és az ott lévő fotocella érzékel, hogy ott vagyunk. Hogy is érzékeli? Hát most már nagyjából láttuk, hogyha állandó feszültségen tartjuk a cinklapunkat egy áramforrás segítségével, egészen addig, ameddig sötétben van, addig nem kell újabb és újabb elektronoknak érkezni ahhoz, hogy a feszültsége állandó legyen, a tápegységével megegyező. Ha fölkapcsolunk egy lámpát, abban a pillanatban elindulnak a fotonok kifelé, fotonok hatása az elektronok kifelé, és itt megjelenik ezen a vezetéken egy áram. Ez tulajdonképpen a fotocellának a működési elve. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz az kell, hogy a fotoeffektus produkáló az ugye, hát ha lehet, akkor ne UV-val legyen, mert az UV-t azt nem nagyon szereti, főleg nem az ember szeme. Éppen ezért, hogyha utána nézünk annak, hogy milyen fémek jöhetnek még szóba, akkor ugye olyan fémet kell keresnünk, amelynek a kilépési munkája az a látható tartományba esik. Az egyik ilyen nagyon zseniális és nagyon könnyen beszerezhető fém a nátrium. Egyetlen egy baj van vele, hogy a nátrium levegő nem csak hogy picit megoxidálódik, hanem el is, tehát nátrium oxidál akkor igen rövid időn belül, éppen ezért a nátrium oxiddal kialakított fotocellákat üvegbúrába, vákumba kellett tenni, aztán azóta, ha valaki megkérdezi, hogy most mi van, akkor azt kell mondjuk, hogy a fotoeffektus az félvezetőkre is igaz, de ez egy másik történet. Tulajdonképpen az a kamera, amin keresztül látok, az a CCD detektor, ami ott benne van, no, az is pontosan ennek az elvnek a továbbfejlesztésével született meg, és szolgáltat nekünk képet. Nem maradt más hátra, mint hogy szeretnék beszélni
az elektronról, mint olyanról. Az elektron az egy nagyon izgalmas objektum, éppen ezért úgy is mondhatnánk, hogy megér egy misét. Az elektronunk ebben a kísérletben, ebben a csőben fog útjára kelni. Ez a cső, ez egy vákumcső, és ebben a vákumcsőben, itt hátul, azon a részen, ahol ez a két fekete zsinór megy, ezen a részen egy fűtött katódból fog kilépni. Na, ezt beszéljük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Azt jelenti, hogy a fotoeffektusnál láttuk, hogy ahhoz, hogy kilépjen egy elektron, ahhoz valami módon rá kell őt venni, hogy lépjen ki. Na most, a kilépéshez ugye a kilépési munkát kell ismerni. Ezt a kilépést nem csak fotoeffektussal tudjuk, hanem az Edison effektussal is meg tudjuk tenni. Ha megmelegítjük a testet, akkor az ott levő elektronok a rezgő mozgás hatására kaphatnak löketet, és szépen ki tudnak lépni. Hát jó, tulajdonképpen ezt az Edison effektus nem más, mint Edison fedezte fel, és tulajdonképpen így módon el tudjuk majd érni, hogy egy nagy feszültségű áramforrás hatására, itt van a nagy feszültségű áramforrásunk, annak a hatására ki fognak lépni az elektronok ebbe a katódsugárcsőbe, és a katódsugárcsőben, ha már kiléptek, akkor tudják a feladatukat, és mennek az anód felé. Igen. Itt van a nagy feszültségű áramforrásunk. A pozitívat a pozitívhoz kapcsoljuk. Itt ez egy egyenáramú áramforrás, itt semmi ravasság nincs. Na, miért nem akar ez innen? Akkor másikat kell bedugni, ez innen kipottyan. Így. Tehát ezt a pozitívba fogjuk szépen bekapcsolni. A katódunkhoz pedig a negatív pólust fogjuk hozzátenni. Így. És amit fogunk majd megnézni, az nem lesz más. Mindjárt meg is fogom mutatni. A felesleges drótokat elrakjuk. Így. Tehát. Itt van az áramforrásunk, az egyik. Ennek a feladata az lesz, hogy az elektronnak a gyorsító feszültségét megadja. És ha bekapcsolom, akkor ez be is kapcsol. Látjuk a lámpát. Szerintem, hogyha bevonulunk sötétbe, akkor sem fogunk jelenséget látni. Ugye szerintem ezt mindenki jól látja. Ahhoz, hogy itt valami történjék, ahhoz még be kell kapcsolnunk a katódot. Ezt egy pillanatra így fordítom ezt a csövet, és szeretném elmagyarázni, hogy pontosan mit is látunk rajta. Itt ebben a belső részben itt van a katód, és a katódból kilépő elektronok egy úgynevezett elektronoptika segítségével egy nyalábot, egy nagyon koncentrált, néhány milliméter átmérő nyalábot fognak produkálni. Ez a nyaláb, aztán, hogy halad, észreveszi, az útjában ott van egy grafitot tartalmazó kis tégely, küvetta. Ebben nem akármilyen grafit van, hanem polikristályos grafit. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok apró kristály van benne. Ez a polikristályos grafit lesz az, amelyen keresztül fog haladni az elektron, és hogy pontosan hogyan fog az elektron tovább menni, azt ezen a cinkszulfid ernyőn fogjuk látni. Ez a cinkszulfid ernyő, ez egy zöldes színű fényt fog produkálni számunkra. Megmutatom, talán itt ezen a részen le fogjuk látni, hogy amikor bekapcsolom, akkor fölmelegszik a katód, és a katód, amihez elérte az üzemi hőfokát, meg fog jelenni nálunk itt az elektronnak a része, tehát bekapcsoljuk, meg is jelent. Szerintem, hogy a nulla, tehát tulajdonképpen mindjárt meg fogjuk látni, amit meglátunk, tehát azt kell látni, hogy itt van
egy erős folt, oda került az elektronunk nagy része. De van egy része, ami ide kívülre került, és hogy még jobban lássuk ezt, én még ezt a lámpát is lekapcsolom. És talán most már jól látszik az, hogy egy koncentrikus gyűrű sorozatot látunk, tehát sötét világos csíkrendszert látunk, és hogyha ide teszem mondjuk a pálcámat, ide az egyik csíkrendszerhez, és állítok a feszültségen, akkor azt látjuk, hogy ezek a gyűrűk, ezek minél nagyobb a feszültség, annál kisebbek lesznek ezek a gyűrűk, minél nagyobb lesz a feszültség, annál kisebb lesz a gyűrű, minél kisebb a feszültség, annál nagyobb lesz a gyűrű. Tehát ezt szépen lehet látni. És tulajdonképpen akkor el kell mondjam, hogy pontosan mit is látunk. Nos, a polikristályos grafit az egy speciális rácsnak felfogható. A polikristályos grafit azt jelenti, hogy egy kristályokból áll, sok darab egy kristály van, mindegyik kristályon létrejön a diffrakció, tehát ez egy olyan optikai rácsnak felvehető, amely ebbe az irányban is vonalakból áll, meg ebben az irányban is vonalakból, tehát nem csak jobbra és balra fognak, hanem fölfele és lefele is megjelenni a diffrakciós helyeken a világító foltok. Ha több van, tehát több kristály és mindegyik egy kicsit másképpen áll, akkor annak segítségével megérthető és megmagyarázható ez a gyűrű szerkezet. Na most, akkor nézzük meg, hogy pontosan mit is mondunk. Elindul egy elektron. Az elektron ennek a tápegységnek köszönhetően különböző sebességre fog fölgyorsulni, különböző energiájú lesz az elektronunk, és ennek eredményeként azt látjuk, hogy egy optikai rácsnak, nem optikai, tehát egy rácson keresztül véve egy diffrakciós jelenséget fog produkálni, márpedig mi azt mondjuk, hogy minden olyan objektum, amely interferenciára, diffrakcióra hajlamos, azt hullámnak tekintjük. Vagyis ebből a kísérletből azt lehet megállapítani, hogy az elektronnak van hullám természete. Hogy az elektron hullám hosszát mi határozza meg, azt is már megértettük, hiszen a csíkrendszerünk a diffrakciós vonalaknak a megjelenése a gyorsító feszültséggel lesz arányos, vagyis ez azt jelenti, hogy az elektron hullámhosszát a gyorsító feszültsége fogja meghatározni. Én azt hiszem, hogy ez a kísérlet, ez tényleg egy zseniálisan jó kísérlet, és hogy még ennek a kísérletnek van egy másik része, pontosabban ehhez a kísérlethez tartozik egy másik kísérlet, nem is kapcsolom ki, hanem ezt így hagyom, mint egy emlékeztető. A következő eszköz, amit szeretnék megmutatni, az is egy izgalmas eszköz. Mindjárt meg is nézzük. Ez is egy katódsugárcső. Ez is egy katódsugárcső. A katódsugárcsövünkhöz, mindjárt kapcsolunk egy kicsit több lámpát, mert Tamás előbb-utóbb úgyis rám fog szólni. Tehát, ha megnézi valaki, akkor azt látjuk, hogy itt van egy katódsugárcső. Itt van egy elektród, és itt van egy elektród, és az elektródokat, ha megnézzük, kicsit elfordítom, akkor azt lehet látni, hogy ezek az elektródok közötti részt, ugye ha katódsugárcső, akkor egyenes vonalba fognak terjedni, vagyis akkor ez csak a csőnek a felső felében fog áramlani az elektron, és a csőnek a felső felébe éppen belenyúlik ennek a keréknek a felső része, lapátkereke. Hát hogy azt kell nézni, ha bekapcsoljuk ezt a készüléket, akkor szépen forgásba jön ez a forgórész. És hát tulajdonképpen, hogyha megkérdezzük, hogy egy ilyen forgórészt, ha nem vákumban lennénk, hogyan lehetne forgásba hozni, nagyon egyszerű dolgunk van. Azt kéne csinálni, hogy mindig a felső lapátot, mondjuk egy pingponglabdával, vagy egy teniszlabdával, kinek mekkora jut, jó, megdobálunk. Abban az esetben pedig folyamatosan érkező elektronok beleütköznek ebbe a forgólapátba, és a forgólapátba egyszerűen energiát adnak neki, és ez az energia
ez arra is alkalmassá tesz, hogy elkezd forogni, és az egyik végéből a másik végébe megy. Hát ugye, hogy viszonylag gyorsan visszajön erre a végére, akkor picit megbillentem, megmutatom még egyszer. Annyit azért érdemes tudni, hogy a lapát, mindjárt keresünk ide valami apróságot, mondjuk ide alá teszem ezt a lemezt, ettől ez folyamatosan meg fog billenni, és akkor önmagától az lesz az alsóbb része. Így, amikor bekapcsoljuk az elektromos áramot, tehát a feszültségforrásunkat elindítjuk, forgásba hozza ezt a kereket, és azt látjuk, hogy az elektronok becsapódása révén hát lumineszencia jelenséget is látunk, ami azt jelenti, hogy a lumineszencia jelenség mutatja, hogy tényleg elektromos töltések áramlanak, hát a katódsugaraknál ezt már tapasztaltuk. Megmutatom talán még egyszer, szerintem nagyon szépen látszik. Akár azt is megtehetjük, hogy megcseréljük a polaritást a cső két végénél, és akkor azt is meg kell tennünk, hogy megbillentjük a másik irányba a csövünket, így mi, akkor abba az irányba fog elgurulni, és ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor most a másik irányba megy. Hát láttuk, hogy az elektronoknak megfelelő irányba megy. Mire tanít meg minket ez a két kísérlet? Szerintem nagyon fontos. Akár egy araszon belül is itt van ez a két kísérlet, ugyanannak az objektumnak, az elektronnak, láttuk a hullám viselkedését, és láttuk a részecske viselkedését. Hát a kettős természet megemésztéséhez remélem segít ez a kísérlet, és hát tulajdonképpen így az előadás végére maradt még egy bemutatni való, ami bemutatása után én elköszönök, addig csinálok itt egy kis helyet, ezt is kikapcsoljuk, kihúzzuk a konnektorból. Igen. És hozzuk akkor az eszközünket. A fotonoknak láttuk, hogy van részecske természete. Ezt így ebben a mondatban nem mondtuk ki, de láttuk azt, hogy a fotonok, ha ügyesek vagyunk, akkor ki tudnak ütni különböző helyekről elektromos töltéshordozókat, elektronokat. Nos, ez a jelenség, ez mindenki számára egyértelmű, és hát tulajdonképpen többféle módon próbálták ezt bebizonyítani. Az egyik ilyen eszköz, amit megépítettek, ez a Crookes-féle radiométer. Ez a Crookes-féle radiométer, ez egy Crookes nevű fizikusnak volt a nagy ötlete, gondolta, vonjuk ki a levegőt ebből az üveggömbből, és mielőtt kivontuk, betettünk egy forgórészt. A forgórésze az egy tűnál, négy lapátja van, és a lapátok egyik oldala ezüstösen csillogó, a ráeső fényt visszaveri, a másik része pedig matfekete, és hát tulajdonképpen a matfekete oldal az viszont elnyeli a részecskéket. Azt gondolta Crookes, hogy nagyon egyszerű dolga van, hiszen ha most rávilágítunk fénnyel, akkor az fog történni, hogy a fény az egyik oldalon visszaverődik, akkor a fotonimpulzusa az a másik oldalról, ahol csak elnyeli, ugye egyik oldal rugalmatlan ütközés van a feketén, rugalmas ütközés van a visszaverőn, és ennek eredményeként forgásba kell jöjjön ez a rész. Megvilágítom, szerintem mindenki látja, hogy ez forgásba jön, és hát ami ennek hatására igen izgalmas, hogy a Crookes-féle radiométerben mindenki meg is tudja mondani, hogy nem más, mint a fény nyomását lehet kimutatni. Van ebben a kísérlettel egy nagyon nagy baj. Nézzétek meg, hogy a Crookes-féle radiométer most már lassan forog, de nagyon jól látjuk, hogy melyik irányba forog.
Ha megnézitek, akkor a fekete oldal tolja maga előtt a visszaverő oldalt, tehát a foncsorozott oldalt. Ebből az következik, hogy ami magyarázatot mondtam, pontosan ellenkezőleg kéne forogjon. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem a fény nyomását mutatja ki, és hát igazából mit is lehet erre mondani? Nem többet, csak annyit, hogy itt valami más van. Hogy pontosan mi van, azt több helyen meg lehet olvasni, meg igazából meg is tudjuk magyarázni, ma már a hőtani részeken túl vagyunk. Amikor megvilágítja az ember ebben a lámpával ezt a radiométert, akkor az történik, hogy a lámpából érkező nyalábok, azok megmelegítik a két oldalt. A fekete jobban elnyeli a fényt, tehát az jobban meg fog melegedni, az ezüstös színű pedig pontosabban jobban visszaveri, az hidegebb marad. Ennek eredményeként azt is el lehet mondani, hogy a vákum az nem azt jelenti ebben a kísérletben, hogy egyáltalán nincs ott semmi. Vannak gázrészecskék, csak kevés van. Igen, ám csak ezek a gázrészecskék erről az részről is fognak ütközni, meg erről a részről is fognak ütközni, és a meleg oldalról, tehát a melegebb oldalról nagyobb ütközéseket fognak szenvedni. Ennek eredményeként el lehet mondani, hogy megtaláltuk a radiométer mozgásának irányát, tehát hogy mitől forog abba az irányba, merre forog. Ha hogy tényleg mennyire ez így van, kerestem én egy olyan fényforrást, aminek az intenzitása meglehetősen nagy, de mint tudjuk a ledeknél nem nagyon van hőfejlődés, ettől is tudnak olyan igazán jók lenni, és amint látjátok, ez pedig nem fog megmelegedni. Nem tud megmelegedni ettől, és nem is fog forogni ez a nyaláb. Talán még amit érdemes megnézni, az pedig az, hogy itt van egy lézerünk, egy ilyen vörös színű lézer, és ennek a vörös színű lézernek a segítségével meg fogom világítani, mert meg tudjuk, de nem az egészet sugározunk be, hanem csak az egyik oldalt. Nézzétek meg, hogy úgy fogom megvilágítani, hogy csak az egyik oldalt világítom meg, és amint látjátok, ebben az esetben is ugyanabba az irányba forog. Vagyis a lézernyalábunk az megmelegíti ezt a lapocskát, és az az oldala, amelyik melegebb, az még továbbra is tudja ezt. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt van egy zseniális eszköz, arra találták ki, hogy kimutassák a fénynyomást, hát erre nem jó. Minden másra jó, csak erre nem. Nézem, hogy mennyi időnk van, mert még egy apróságot mindenképpen szeretnék elmondani, megmutatni, az pedig, ha már a lézert elővettem a kezemben, akkor szeretném megmutatni, hogy hogyan is működik egy lézer. Ez egy hélium-neon gázlézer. A gázlézerünk, tulajdonképpen már föl is kapcsolhatunk egy kicsit több fény. A gázlézerünk működését tulajdonképpen itt meg tudjuk nézni, meg a kialakítását. Igazából a működését majd inkább elmagyarázom, a kialakítása. Hát a gázlézernek, meg általában a lézernek a működéséhez ismernünk kell két folyamatot, illetve pontosabban hármat. Az egyik folyamat az abszorpció. Képzeljünk el egy magányos atomot. Ugye hélium és neon gáz keveréke van. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a hélium atomnak van egy alapállapota, és van egy gerjesztett állapota. Az alapállapotból a gerjesztett állapotba úgy jut, hogy érkezik egy foton, vagy érkezik valami úton módon energia, lehet ez elektromos kisülés, és ez az alapállapotból gerjesztett állapotba teszi. Ez az állapot, azt úgy hívják, hogy abszorpció. Ez az abszorpció az egy nagyon sajátságos dolog. Tulajdonképpen a színképelemzésből is meg tudjuk már mondani, hogy a magányos atomok egy jól megadott frekvencián tudnak kisugározni, és ugyanezen a jól meghatározott frekvencián tudnak elnyelni is. A vonalas színképből is kettőféle létezik, van az abszorpciós és az emissziós színkép.
Erről majd később lesz szó másik tárgyban. Annyit érdemes tudni, hogy itt van ez a gáztér, ebben a gáztérben ezek az atomok, tulajdonképpen ha megnézzük, akkor alapállapotban rengeteg van, és gerjesztett állapotban pedig csak elvétve imit-amot találunk. Ez a körülbelül 3 mm-es átmérő a csőben, a belső cső az, amiről szó van. Van még egy másik folyamat, amit meg kell ismernünk, tehát ismerjük az abszorpciót, ismerjük az emissziót. Az emisszió az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az abszorpciónak az éppen az ellenkezője, egy gerjesztett atom visszamegy alapállapotba, és kibocsát magából egy fotont. No, hogyha ezt a kettőt ismerjük, akkor azt kell tudni, hogy az emissziót, a spontán emissziót nem tudjuk megmondani, hogy mikor fog létrejönni. Egy dolgot biztosan meg tudunk mondani, hogyha van egy népesség, egy populáció, meg tudjuk mondani, hogy adott idő alatt a populáció, pontosabban meg tudjuk mondani, hogy a populációnak a fele mennyi idő alatt fog alapállapotba menni, ehhez tudunk egy időt rendelni, felezési időnek is hívják. No, ha ez a kettő megvan, akkor már csak egy harmadikat kell megjósolnunk, ez pedig az kényszerített, erőltetett emisszió. Ez úgy jön létre, hogy van egy gerjesztett atomunk, és ezt a gerjesztett atomot egy másik fotonnal például gerjeszteni szeretnénk, és akkor az fog történni, hogy a gerjesztett atom ennek az őt gerjeszteni képes fotonnak a segítségével legerjed, és kettő darab foton fogja folytatni az útját, és ez a kettő darab foton szakasztott mása lesz egymásnak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a frekvenciája, hanem a fázis helyzete is teljes egészében meg fog egyezni. Na most, akkor a lézer, hogy ez működhessen, a következőt kell elképzelni. Meséltem, hogy az atomok ebben a csőben nagy részt alapállapotban jönnek létre. Alapállapotban vannak. Gerjesszük fel ezeket az atomokat, hogy megforduljon a betöltöttség, tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több lesz gerjesztve, mint alapállapotban. Ennek eredményeként el lehet mondani, hogy ezt az állapotot inverz populációnak hívják. Valaki akarja, mondhatja populáció inverziónak is. Ez a populáció inverzióban egy atom véletlenszerűen legerjed. És ez a foton elindul, és hogyha jó irányba indul el a foton, akkor szépen a üvegcsőnek a tengelye mentén megy, és számtalan gerjesztett atommal fog találkozni. Amikor egy gerjesztett atommal találkozik, azt legerjeszti, és már két foton megy tovább. A két foton megint találkozik további fotonokkal, és így egy lavinaszerűen, ha mondjuk ebből az irányból, ebbe az irányba elindul, lavinaszerűen legerjeszti az összeset, és egy csomó foton fog születni. Ezek a fotonok szakasztott mássai egymásnak, tehát ez azt jelenti, hogy mind a frekvenciája, mind a fázis helyzete megegyezik. Nos, nem bízunk semmit a véletlenre, a lézerünknek a két végére teszünk egy tükröt. Ez a tükör nem akármilyen. Ez a tükör nem olyan, mint amit a Sarkadi tanár úr bemutatására hoztam tükröt, tehát ez a tükör, ez egy üveglap, amire fontsort raktak, és meg tudom mutatni vele a Sarkadi tanárt, és ezúton is köszönöm, hogy ilyen ügyesen közvetít. Tehát nem ilyen tükör van, hanem a tükörnek a felületére nem egy fontsort tesznek, hanem egy lambda negyedes vastagságú réteget. Ami azt jelenti, hogy ebben a lambda negyedes vastagságú rétegben többszörös reflexió révén egy megadott frekvenciára tükör, az összes többi meg átmegy rajta, és ennek eredményeként a tükörről vissza fog verődni a fotonoknak nagyon nagy hányada. Két tükröt különböztetünk meg, azon a részen, ahol kijön a fény, a kicsatoló tükör van, azon pedig nem jön ki a fény, ott pedig a záró tükör van. A kicsatoló fény tükör nagyon nagy részét kiengedi a fénynek, mintegy 97%-át visszaveri, és 3% megy ki. A másik oldalon pedig 99% fölötti részét visszaveri, tehát ez azt jelenti, hogy addig, ameddig egy foton kijut ebből a lézercsőből, nagyon sokszor fog ide-oda menni és megtenni ezt az utat. Természetesen, ha valaki megkérdezi, akkor ezek a tükrök optikailag síkoknak kell lenni, és a távolságuk is olyan, hogy egy jól meghatározott hullámhosszra egy álló hullámot képesek létrehozni, és így ennek eredményeként születik meg a lézernyaláb. A lézernyalábunkról el tudjuk mondani, hogy
monokromatikus, hiszen ugyanazok az atomok szülték őket, és mivel hogy a inverse populációval hoztuk őket létre, a fotonokat, ezért azt is megtudjuk, hogy nagyon nagy lesz a koherencia hosszuk, vagyis nagyon sok foton azonos fázisban lesz, ennek eredményeként nagyon nagy távolságokra koherenciát fog mutatni. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, vigyázzatok magatokra, kellemes vizsgaidőszakot!